Értem, hogy üvöltenek, fáj az igazság végre, megkapják a szemükbe. 2012 előtt mennyi volt az áfa? Mondjuk a Gyurcsány kormány ideje alatt 2010-ben mennyi volt az áfa? Emlékeznek még rá? Az rendben volt? Tényleg világra szóló áfánk van, és kimagaslik Magyarország az adóterhek viszonylatában. De ugye 2012-ben az Orbán kormány volt az, amely megemelte 27%-ra emelte az áfát. Elfogadhatatlan akkor, amikor azért fizettetnek ilyen magas áramszámlákat például a magyarokkal, mert abban benne van a 27%-os áfa, illetve a nagyon magas, szintén világviszonylatban is magasnak számító rendszer használati díjak. Mondjuk a DK-sok, az MSZP-sek emlékeznek az előtt pártjuk, hogy milyen volt a gazdaságpolitikája. 2 milliárd dollárról a rendszerváltozásra mekkorára nőtt? Mekkorára nőtt? 20 milliárd dollárra nőtt az önök előtt pártja miatt a magyarországi államadósság. Tehát ezt rontotta el. Értem, hogy üvöltenek, fáj az igazság végre, megkapják a szemükbe, de ugye ezt súlyosbította a Fidesz kormány. Tehát hogyan vett át az Orbán kormány mondjuk önöktől? Igen, önöktől hogyan vett át 2010-ben ezt az országot? Milyen volt az államadóság? Mondjanak nekem egy számot, mert én direkt kigyűjtöttem. Emlékeznek, hogy mennyi volt az államadóság? Na hát azt az államadóságot sikerült még a kormánynak most növelni. Önök váltógazdálkodása miatt jutott ide Magyarország. Tehát azért, mert eddig a Fidesz, illetve az önök, tehát a balliberális oldal kormányzását ismertük csak meg. Nem volt még eddig egy harmadik út. Végre mi itt vagyunk, mert azt gondolom, hogy bárki, aki önökkel együttműködik, bármilyen formában, attól kezdve részesévé válik ennek az elszúrt, elhibázott gazdaságpolitikának, és önök miatt, és a Fidesz miatt jutott ide Magyarország.